Egy nagyon fontos dolgot fogunk megvizsgálni ezúttal, ez pedig a megújult szövetség. A megújult szövetség, mint minden más az írásokban, rengeteg félreértésre ad okot és lehetőséget. Ezért gondoltam, hogy megvizsgáljuk olyan szempontból, hogy mit is jelent maga a kifejezés megújult vagy új szövetség, vagy héberül brit hadasa. Nézzük meg akkor ebben a részben, hogy mi is ez az örök szövetség. Zsoltárok 105-ös fejezet, Választ fog erre adni. Így kezdődik. Magasztaljátok Jahúát, hívjátok segítségül az ő nevét. Azaz tudnunk kell Jahu a nevét, különben nem tudjuk segítségül hívni azt. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Dicsekedjetek az ő Kodes nevével. Még egyszer elmondja: aki nem tudja a nevét, az nem tud dicsekedni vele, az nem tudja segítségül hívni. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, melyeket cselekedett. Jeleiről és az ő szájának ítéleteiről. Ó Ábrahámnak, az ő szolgájának magva, mindenki, aki Ábrahám gyermeke akar lenni, annak ez egy felszólítás. Ó Jákobnak, az ő választottának fiai. Ugye Saul leírja azt, hogy mindenki, aki a hitből igazul meg, az Ábrahám magva, annak ez egy felszólítás. Nézzük, hogy miről beszél Daud vagy Dávid, mi az, amit tennünk kell ő, Jahua, mi hatalmasságunk, az egész földre kihat az ő ítélete. Mispát, vagyis ítélet. Nyolcas vers. Megemlékezik az ő szövetségéről, Berit, mindörökké olám, az ő rendeletéről. Dabar, mint a tíz dabarim, dabar szó, vagy parancsolat, melyet megszabott mennyi ideig? Ezer nemzetségig len. Az a rendelkezés, melyet a sínai hegyen adott az embereknek, az soha nem múlik el. Mindörökké megemlékezik az ő rendeletéről, azért használja a szót, hogy de bár, hogy tudjuk, hogy mire utal, és ezer nemzetségig megszabta, ezer nemzetség még nem telt el. Mit csinált, melyet kötött, kivel Ábrahámmal, arról a szövetségről meg fog emlékezni mindörökké, és az ő isáknak tett esküvéséről, hogy annyi lesz a magja, mint a tenger partján a homok, és hogy benne áldatnak meg minden népek, amennyiben járja az utat. Ha ő erről a szövetségről mindörökké megemlékezik, akkor hogy mondhatja ma az bárki, hogy erről már nincs szó, hogy már új népet választott, akik pogányok meg össze-vissza, azt tudják, hogy mit csinálnak. Mikor ide van leírva, hogy örökké megemlékezik, és ezer nemzetség így lesz, leírja, hogy ki az, akiről beszél, Ábrahámról és Izsákról, és kiről még Jakobról, azaz Izrael Izraelről odállat az Jakóbnak szabályul, mint Hok és Izraelnek örök Olám szövetségül Brit. Ráadásul ez még nem teljesedett be, úgyhogy ha ez még nem teljesedett be, és ő megemlékezik az örök szövetségről, melyet között Ábrahámmal, Izsákkal és Jakobbal, akkor ez, ez, még be kell, hogy következzen, és még ennek előtte vagyunk. Mi volt ez a rendelet? Neked adom a Hanán földét sors szerint való örökségetekül. Ha megnézzük a Zsoltár végét, 42-es vers, mert megemlékezett az ő kodes ígéretéről, vagy szentséges ígéretéről Ábrahámnak az ő szolgájának. Ugye arról beszél, hogy kihozta őket Egyiptomból, a csoda, csodáival és a, a kinyújtott karjával segítette őket végig a vándorlásaik során. Miért? Kihozá azért az ő népét örömmel, az ő választotta itt vigassággal, nekik adá a pogányok földét, Khanán földét, örö, öröklék a népek fáradtságos szerzeményét. Miért? Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit és törvényeit, megőrizzék. A rendelet az hok, a törvény pedig nem más, mint hora. Az ő útmutatása, az instrukciói. Ezért hozta őket ki. Ez maga a Szövetség. Ez maga az a szövetség, mely egy örök szövetség, egy brit, amely ollám, örökké való szövetség. Erről megemlékezik, ezer nemzetségig lent, A rendeletéről, az ő szaváról, mint da bar, az ítélete, mespát, a szabály, hok, vagy láthattuk itt, hogy az ő torája. Nézzük meg, hogy Ézsaiás miről ír a 24-es fejezetben, ugye ez Jesse 24, mely így kezdődik. Ímé a hua megüresíti a földet. A rec a föld, úgy, mint a, a, világ, a föld, amelyen élünk. Elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszéleszti lakóit. lakóit. Azaz megbünteti a földet, ítéletet hoz a föld felett. Olyanná lesz a nép, ám, nép, nemzet, törzs, lakosság az emberek, mint a pap. A szolga, mint az ura, szolgáló, mint asszonya, vevő, mint eladó, kölcsönadó, mint kölcsönkérő, hitelező, mint az, akinek hitelez. Megüresítetvé, megüresítetik a föld, elpusztítatván elpusztítatik, mert Jahua szólá e beszédet. Ítéletet tart a föld felett, ez egyértelmű. Mit csinál a föld? Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, nem gömbölyisége. elhervadnak a föld népének nagyjai. Elfogy az ember a földről az ítélet miatt. Miért? A föld megfertőztetett lakosai alatt. Mit csináltak? Mert áthágták. A mit? Torát. A rendelést. Mint hok. Megszekték. És még mit csináltak? Megtörték a mit? Az örök olám berít szövetséget. Akkor ezek szerint van egy örök szövetség, és vannak rendelkezések, melyet torának hívnak, és az ítélet a földre jön azért, mert az emberiség megszegte ezt. De ezt el is mondja. Ezért átokemészti meg a földet, a föld eredsz, a föld, mint a hely, ahol élünk, és lakolnak a rajta lakó. ítéletet hirdet az emberiség fölött. Ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Az elején vízzel ítélt, most pedig tűzzel fog ítélni. Miért? Azért, mert a föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a torát, mert a rendelést, a hok megszekték, és megtörték az örök szövetséget, ami olám brit, azaz van egy örök szövetség Elohim és az emberiség között, az, hogy mindenki elfelejtette, az nem Elohim problémája, hanem a miénk. Azért, mert megszektük ezt, Átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. 19. es versben így folytatja, recseg, ropog, és megreped a föld. Ez ugye már a Szent Imre verzió. Meghasad, és megrendül a föld. Inog a föld, mint a részeg, s mint a hevenyészet kunyhó. Úgy ránehezedik gonossága, hogy elesik, s többé már nem kell föl. Azon a napon, majd meglátogatja Jahu az ég seregét. Az égnek van egy serege ezek szerint, nem bolygók keringenek ott, meg gáz dolgok. A magasságban a föld királyét pedig a földön. Egy csomóba gyűjti őket, ahogy mondta, hogy egybe gyűjti a, a pokol, ugye a, az örök tűz, az fenn van tartva az angyaloknak, és oda megy mindenki, aki olyan, mint ők. Mint a foglyokat a verembe és börtönbe zárja, majd sok nap múltán meglátogatja őket ez ezer év után. Akkor elpirul a hold, Szégyenkezik a nap, mert a seregek ura Yahuaszevá királyként uralkodik a Sion hegyén Jerusalimban a vénei előtt megdicső. Ez Zikiel 16-os fejezet így szól, és lőn Yahuha beszéde hozzám mondván. Embernek fia tudtára Jerusalaimnak az ő utálatosságait, és mondja, Így szól Jahua Elohim, Jerusalaimnak. A te származásod és születésed Kanán földéről való, atyád az emoreus és anyád hitteus asszony. Az egész 16-os fejezet arról fog szólni, hogy leírja nekik az ő bűneiket, különböző népekhez hasonlítja őket, illetve elsorolja nekik, hogy hogyan segítette ő annak ellenére, hogy Izrael mindig elfordult tőle, A Szíria, Babilon, Egyiptom, mindent felsorol, hogyan paráználkodtak azokkal az istenségekkel, amik ott vannak, hogyan büntette ő az őket, Izraelt úgy érti, és hogyan bocsátott meg nekik mégis nagy-nagy kegyelemmel. 58-as versben így ír. Fajtalanságodat és utálatosságaidat magad viseled, azt mondja Jahua. Mert ezt mondja Jahua Elohim. És ha úgy cselekedtem veled, mint te cselekedtél, midőn megvetetted az esküt, hogy megtörd a frigyet. Ezek szerint volt egy eskü, meg fogjuk nézni, hogy hol van ez az eskü. Kétszer is ugye a sínai hegyen az egyik, a másik pedig a Moab területén, és megtörte a frigyet. Ez a frigy, ez nem más, mint Brit, egy szövetség. Az örökkévaló való szövetséget megtörte. Szóval megvetette az esküt. Az eskü egyébként alá, mint eskü és fogadalom, amit így az ember elvállal, hogy az szerint fog élni. Eskü vagy fogadalom, szövetségi fogadalom megszekték az esküt, megtörték a brit a szövetséget, mit csinálja hova. Én megemlékezem a frigyemről, brit a szövetségről, melyet veled kötöttem, melyet veled ifjúságod napjaiban, és örök figyet vetek veled. Olám, brit, örök szövetséget kötök veled. És te megemlékezel utaidról, azaz eszébe fog jutni mindenkinek, hogy hogyan élt, Megszégyenled magad, mikor hozzád veszed nőtestvéreidet, akik nagyobbak nálad, együtt azokkal, akik kisebbek, sadom őket neked lányaidul, de nem a te Frigyedből, Brit egy másik szövetségből. És én 62 megerősítem Frigyemet, Brit szövetségemet veled, és megismered, hogy én vagyok Jahwa hogy megemlékezzél és pirulj, és meg a többé a szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek neked mindenekben, valamit cselekedtél, azt mondja Jahua Elohim, azaz ő emlékszik az örök szövetségre az emberekkel ellentétben. Melyik szövetségről beszél? Másik Mózes 19-es fejezetből megtudjuk. Ötös vers így szól. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok a szavamra, azaz kol az ő hangja, ami kijön a száján, és mit csináltok, megtartjátok, samár, hallgatja és megtartja és megérti, valaki, aki megőriz valamit, vigyáz valamire, felügyel, felelős azért, oltalmazza, törődik vele, hogyha ezt teszed az én szövetségemmel, brit, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, ha rec, a világ és lesztek ti nekem papok birodalma, egy kodes vagy elválasztott, különválasztott nép, ezek azok az igék, de bár, melyeket el kell mondanod Jesel fiainak. Elmondta nekik, mit mond a nép, valamit rendelt Jahua, mind megtesszük, és elvivé Mózes Jahuának a nép válaszát, azaz azt mondták, hogy elvállalják, hogy részesei akarnak lenni ennek a brit szövetségnek a 24-es fejezetig olvassa fel nekik azokat a rendelkezéseket, amelyeket ő elvár ebben a brit szövetségben. Elmondja a 10 parancsolatot utána folyamatosan sorjázza, hogy miről van szó. Így felel a nép, újra! Elméne azért hármas vers, Mosé elbeszéli a népnek Jahua minden beszédét, ez a beszéd, ez nem más, mint de bár, és minden rendelését, mespát, amit elvár a szövetségben. Az egész nép pedig egyező szóval felele mondván mindazokat a dolgokat, melyeket Jahua parancsolt, de bár mondott, megcselekesszük. Mósé ekkor felírta Jahuának minden beszédét, felkelt reggel és oltárt épített a hegy alatt 12 oszlopot Izrael 12 nemzetsége szerint. Azután elküldte Izrael ifjait, áldoznak égő áldozatokat és hála áldozatul túlkokat ölnek meg Jahuának vette a vérnek a felét, medencébe önti, a másikat pedig az oltárra hintette. Kötik meg a szerződést, a vér szerződést. Ez egy örök szövetség. Ebből nincs kiút, ez nem változik meg. Nincs visszaút, nincs az, hogy meggondoltam magam, ó, hoppá, még se akarom csinálni. Hetes vers. Aztán vevi a szövetségnek a könyvét, a brit. Van egy szövetség amelyet leírták a feltételét. Ez a szövetség könyv, és elolvassa a nép hallatára. Mit csinál a nép? mindent megteszünk, amit a parancsolt, és engedelmeskedünk. Ekkor Mosé vette a vért, ráhintette a népre, és mondta, íme a szövetségnek vére, melyet Jahua kötött ti veletek mind a ma beszédek szerint. Ez az a szövetségnek vére, ami szövetségről mindvégig beszél. A szövetségnek megvannak a feltételei, ez a thora, és megvan a vér, ami által megköttetik, amiről ír zsidókhoz, szerzője, az pedig az a szövetség, melyet a kezdetektől fogva megkötött Jahua, Yahusha, Hamásiákkal, vagy a Malák Jahuával, hogy az ő vére által fog majd minden bűn megbocsátatni, és ez az örök szövetség. Nem változott meg a szövetségnek a feltétele, az engedelmesség, a cselekedetek mindig is része volt. Ami megváltozott, az az áldozati rendszer, ahogyan az ember a bűnéért felel. Megvan a szövetség könyve, megvan a szövetségnek a feltétel rendszere, amit leír a 12-es versben egy semot 24, és szól a jöj jöjj felé hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom neked a kőtáblákat, és a torát, az útmutatást, a képzést, a tanítást, az instrukciót, az utasítást, és a mitzvá parancsolatot, melyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak, mivel ez a szövetség feltételrendszere. Ez a szövetségnek a könyve felírja kőtáblákra, hogy tudják, hogy hogyan kell viselkedniük. Miféle szövetség az, aminek nincsenek rendszabályai. Ugyanígy működik a Brit Hadasha, a megújult szövetség is. Hiszen a Torah, a hozzá kapcsolódó útmutatás nem változott meg, az áldozati rendszer változott meg, és az, ahol a törvényt megtalálja az ember. Debarim, vagy 5 Mózes 29-es fejezetben megújítja ezt a szövetséget. Ez egy berit, melynek az igéi The Bar, ugyanúgy, ahogyan a 10 Debarim, vagy a 10 parancsot. Ez 5 Mózes 29, megújítja a szövetséget újra. Ez annak a szövetségnek az igéi, mely felől megparancsolta Jahua Mosének, hogy kösse meg azt a Jisrael fiainak a Moábnak földjén, azon a szövetségen, vagy Brit kívül, melyet között vala velük Hóreben, vagy a sínai hegye. Előhivatán Mosé egész állt, és mondta nekik, ti láttátok mindazt, amit szemeitek előtt cselekedett Jahua, Egyiptom vagy Mitzraim, földjén a fáróval és minden ő és egész földével. Nagy kísértéseket, melyeket láttak a te szemeid, jeleket, ót és ama nagy csodákat. De nem adott Jahua nektek szívet, leb, vagy kardia, ne fes, nem adott nektek szívet, hogy értsetek, szemet, hogy lássatok, fület, hogy halljatok, mind e mai napig mind a adott egy vezetőt, mind a mellett is vezérlettelek titeket a pusztában 40 esztendeig, annak ellenére, hogy Jahua nem adott nekik szívet. Nem koptak le a ti ruháitak rólatok, és a te sarút sem kopott le a lábadról. Kenyeret nem ettetek, sem bort, sem részegítőitat nem ittatok, hogy megtudjátok, hogy én vagyok ti hatalmasságot. Felhívja a figyelmüket arra, hogy tartsátok meg azért e szövetségnek, vagy berít, igéit, de bár a szavakat, melyeket elmondott nekik, ugye az előző ö, esetben is a sínai hegyen, ugyanazt erősíti meg most. Azt szerint cselekedjetek, hogy szerencsések legyetek mindenben, amit cselekeztek. Ti e napon mindnyájan jahó előttet, ti hatalmasságotok előtt átok. Kik ezek a ti, akik itt állnak? A főembereitek, a törzseitek, a véneitek, a ti tisztartóitok, és minden férfia. A kicsinyeitek, a feleségeitek, és a te jövevényed, vagy ger, aki nem izraelita, aki a te táborodban van, a favágó vízmerítőd is. Mindenki, aki ott volt, az része lett ennek a szövetségnek. Ugyanúgy, ahogy most. Mindenki, aki úgy él, ami a feltétele a szövetségnek, az mind része a szövetségnek. Miért vannak ott ezek az emberek? Hogy szövetségre lép, vagy brit, hogy megközlesz a szövetséget Jahuával a hatalmasságotokkal, és pedig az ő esküjével erősített kötésre. Azaz Jahu kihangsúlyozza, hogy Jahu megesküszik erre a, a, szövetségre. Ez egy fogadalom. Egy eskü, vagy egy szövetségi fogadalom. Azt gondolja valaki, hogy ő meg fogja változtatni az ő szavát? amelyet ma köt veled Jehova te hatalmasságod, Hogy az ő népévé emeljen ma téged, ő pedig legyen neked hatalmasságod, Elohimed, amiképpen szólott neked, amiképpen megesküdött a te atyáidnak, Ábrahamnak, Icáknak, Jákobnak. És nem csak ti veletek kötöm én e szövetséges, brit és esküvéses, a kötést, hanem mindazokkal az emberekkel, akik itt vannak. A jövevény, a favágó, a vízmerítő, mindenki, aki itt áll a -e mai napon Jahu előtt, a mi hatalmasságunk előtt, és azzal is, aki nincsen itt -e mai napon velünk. Ez egy örök szövetség mindazoknak, akik Ábrahám leszármazottai szeretnének lenni és ezáltal Jahua szövetségébe tartoznak. Ez egy örök szövetség, ebből nincsen kiút, nincs vissza, nincsen meggondoltam magam, ezt eltörlöm, azt eltörlöm. Leírja, hogy mi a feltétel, megkötik a szövetséget, és elmondja, hogy mi a következménye annak, ha valaki elfordul ettől a szövetségtől. Ide van itt írja le, itt magyarázza el, hogy mi az, amire számít. Kiválasztja Jahu a veszedelemre azt, Izrael minden törzse közül, a szövetségnek, vagy brit minden átka szerint, melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, van a törvénynek egy könyve, amiben le van írva. És mindenki azon fog csodálkozni, hogy mi történt ezzel az emberrel. És ezt mondják majd. Azért, mert elhagyták Jahuának az ő atyáik hatalmasságának szövetségét, ez volt a probléma, hogy elhagyták a szövetséget, ezért jöttek rájuk ezek az átkok. Berít a szövetség. Így fejezi be? A titkok, a titok egyébként satár, valami, ami rejtve van, ami el van bújtatva, ami elrejtőzik, ami titokban tartanak, amit nem fejeztek ki. A titkok az jahuáé a mi hatalmasságunké. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk, és a mi fiainké, mindörökké, ad olám. Az ad ugye ig, az olám pedig mindörökké, örökké valóság, vagy mindig. Örökké a miénk és a fiénké. Mi, hogy e törvénynek, vagy tora minden egyes, de bár igéjét beteljesítsük. sá, megcselekedjük. Azt hiszem ez egy nagyszerű pillanat, hogy megosszam Malakiás 3 6 mert én, Jahua, nem változom meg. Mit mond? Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, hok, és nem tartottátok meg azokat, térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a sergeknek, ura, Jahua, Szebá, de azt mondjátok, miben térjünk meg. Utolsó könyve, a tanáknak, és még mindig arról beszél, hogy térjetek meg a rendelésének. Azt gondolja valaki, hogy utána csak egyszerűen csodálatos módon megváltozik, és azt mondja, hogy minden mindegy. És mindent elnéz. Mikor erről szólt az egész tanák, erről szól az egész könyv, hogy térj meg ahhoz az úthoz, amelyet Yahua kijelölt a torájával, térj meg, ennek ellenére ő majd meg fog változni, hogy mi azt csinálhassuk itt, amit akarunk. Nézzük meg, mit ígér nekik. És azon a napon azt mondja Yahuatl vagy a seregeknek ura, melyet én szerzek, tulajdonom lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki -ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Szolgálja, az pedig a bád, dolgozik, munkát végez, megmunkál, szolgál valakit. Napszámot vagy bérmunkát végez, mint egy szolga, aki dolgozik. Ha hogyha megnézzük ez a színűz, akkor valakire munkát ró, vagy szolgasorba veti. Az, aki szolgálja a huát, aki úgy él, aki úgy dolgozik, ahogy ő akarja. Az lesz az ő gyermeke. Mit mond? És megtértek. Sub. Megfordul, visszafordul, fordulatot vesz. Ugyanúgy, amit a másiák mond a Brit Hadesában. V megfordul. Eltér az útjától, visszafordul oda, ahonnan eltévejeget. Visszatér, visszaérkezik, visszajön. Mit csinálnak, és megtértek majd akkor, és meglátjátok mit, hogy különbség van az igaz és a gonosz között Elohim szolgája között, és aki nem szolgálja őt. Honnan tudja valaki, hogy mi a különbség az igaz, a czadik és a gonosz a rasák között, hogyha nem a Torah segítségével? még mindig azt mondja, hogy azon a napon akkor, amit ő fog szerezni, mint a másiákot elküldi, majd megtérsz, és meglátod azt, hogy különbség van a gonosz között, és a jó között, és Elohim szolgája között, és a között, aki nem szolgálja őt. Mindenképpen kövessétek az Infobából kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről, azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallujá és shalom!